király után gondolkodtunk, hogy akkor most hogyan tovább, merre induljunk el, és hát egyet tudtam azt, hogy mindenféleképpen teljesen mást kell csinálni, mint a, most már lehet mondani azt, hogy nemzeti rockoperánkat, és ezért nekem a Hair az ugyanolyan régi szerelme, mint az összes többi, amit idáig már színre állítottunk. Nagyon sok fiatal játszhat benne, és igazán ez adta a végső lökést, hiszen a két társcsoport ontja a jobbnál jobb táncosokat, a jobbnál jobb énekeseket, és ezért döntöttem végül is abban, hogy a Hert adjuk elő. Mikor ezzel az ötlettel megkerestem a Halasi Henit, hogy hát társulna-e megint a munkában, és megkérdeztük a fiatalokat, egyöntetű volt az elfogadás, és hát nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába. Én tudom, milyen érzés, én kezdetből jöttem. Ez volt az első darab, amikor a szöveget a szereplők mondták el. Idáig úgy oldottuk meg, hogy vagy mesélővel, vagy gépi hanggal mondtuk alá a szöveget ott, ahol kellett a musicaleknél. Itt viszont ez volt az első alkalom, hogy maguk a szereplők beszéltek, tehát színjátszásra is, konkrét színjátszásra is sor kerül. Hogy érezted magad az előadás közben? Köszönöm szépen. Hát nagyon jól éreztük magunkat. Nem csak én, a többiek nevében is mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat, mert ez egy olyan felszabadult szerep, ami teljesen különbözik ugye az István a királytól, aminek ugye ilyen pátoszos jellege volt. Na, ez most merőben teljesen más. Itt el tudtuk engedni magunkat. Most már ez a, ha jól számolom, a harmadik előadás volt. Egy picit lazábbak voltunk, jobban elengedtünk magunkat. Ez a párbeszéd dolog, ez nagyon megnehezítette a dolgunkat, mert hogy ilyennel még nem nagyon találkoztunk, eddig csak énekek voltak, most már tényleg bejött a próza is. Sokat kellett gyakorolnunk, amíg olyan szinten tudtunk beszélni egymással, mint hogyha közel természetes lenne. Nem mondom, hogy természetes volt, de igyekeztünk rajta lenni a témán. Reméljük legközelebb is lesz még ilyen alkalmunk, ilyen színházi előadást előadni, mint zenei, mint pedig prózai műt. Ha lesz valamilyen színdarab, és megkérdezik, hogy szeretnék-e benne szerepelni, az első kérdésem az lesz, hogy meghalok benne? Mert hogyha azt mondják, hogy nem, akkor nem vállalom el. Mert ezt már megszoktuk, hogy én mindig meghalok, de hát ez így a jó. Egyébként mit jelent neked ez a közösség, amit ad ez az előadás sorozat, a próbasorozat, hiszen egy igazi társaságot kovácsolt össze? Mindent. És ezzel tényleg elmondtam mindent. Nagyon sok baráti társaságom van, ugye elég sok helyen megfordulok, itt is, ott is. Ez a közösség is nagyon-nagyon a szívemhez nőtt, és nagyon jól érzem magam. Egy másik család. Te, mint koreográfus, hogy álmodtad meg ezt a történetet? Volt elképzelésem, hát a zene az húz. Meg hát ugye adott a téma is, hogy mit kell eltáncolnunk, hát ez a szabadságvágy, ezt kellett, hogy tükröződjön a táncokban is. Ugye ez nagyon jól sikerült, a nézők is nagyon elégedettek voltak, és hát gondolom te is elégedett vagy. Igen, nagyon. Igazából végigizgultam eddig az előadásokat, három ment le. Úgyhogy izgultál annyira? Még mindig nem tudtam úgy nézni ma sem, hogy kicsit így oldódjak, és megpróbáljam azt, hogy ugye magával húzzon az egész, mert
Hát nagyon izgultam értük, tehát feszült volt hátul is a hangulat, ugye az öltözőkben, próbáltuk oldani ezzel-azzal, sikerült is valamennyire, de azért nagyon, tehát rengeteget dolgoztunk vele, és azt akartuk, hogy mindenkinek nagyon tetszen, de hál' Istennek sikerült.